A mai adásban egy olyan dolgot fogok összehasonlítani, ami szorosan hozzátartozik a hanglemezek lejátszásához. Sziasztok! Tamás vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Ha most látod először a műsoromat, köszöntelek, a csatorna hanglemezek, hangszedők összehasonlításával foglalkozik, de kalandozunk a hifi világában is. Ha tetszik a csatorna tartalma, kérlek kattints a feliratkozás gombra és a like gombra, ezzel támogatod a csatornát. Ahogy a címben is szerepel, lemezalátéteket fogok összehasonlítani, és remélhetőleg ti is hallani fogjátok a különbségeket. Mióta is van jelen ez a fajta változtatás a hanglemez lejátszás történetében? Talán senki sem tudja, de szerintem nem sokkal a sztereó lemezjátszók elterjedését követte. Térhódítását nagyban hátáltatta a CD megjelenése a 80-as években, majd a digitális formátumok színrelépése a 90-es években. De ezen időszak alatt is voltak lelkes hanglemezhallgatók, mérnökök, gyártók, akik a formátum háttérbe szólása ellenére kísérleteztek ezzel a fajta hangjavítási módszerrel. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy ma már nagyon sokféle alapanyagból gyártanak lemezalátéteket. Itt megjegyezném, hogy a DJ-k korán felismerték a filc lemezalátét előnyeit. Nézzük az összehasonlításban szereplő két lemezalátétet. Az első a mindenki által ismert gumialátét, amit általában kapunk a lemezjátszóhoz. A második egy akrilalátét lesz. Annyit elmondanék, hogy óriási változásokat nem okoz egy lemezalátét cseréje, de a változás hallható. Először hallgassuk meg az összehasonlítást, utána elmondom a tapasztalataimat. Thank you.
Nos, mint mondtam, nagy változásokat nem okoz egy ilyen módosítás, de aki figyelmesen hallgatódzott, annak biztosan feltűnt, hogy a hangzás picit simább, kicsit közelebbi, nyitottabb, tisztább lett, amikor az akril lemez alátét van a lemez alatt. A gumi alátét minimálisan tompítja a hangokat, olyan, mintha elvenne mindenből egy picit. Az összehasonlítást a barátaim is elvégezték, nem sokkal ezelőtt, és volt szerencsém hallani, és ők azóta is az akril lemez alátétet használják. Az összehasonlítás elkészítéséhez is tőlük kaptam kölcsön egyet. Nagy valószínűséggel én is az akril lemez alátétet fogom használni, amint lesz rá lehetőségem, be fogok szerezni egyet. Én azt mondom, ha van lehetőséged, tegyél egy próbát, tesztelgess, mert lehet, hogy egy ilyen változtatás hozza meg azt a kis pluszt a rendszeredben, amit eddig hiányoltál. Köszönöm a figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok, ezzel támogatjátok a csatornát. Találkozunk legközelebb!